Vizsgálóbizottság felállítását követeli a Jobbik a Lánchíd felújításával kapcsolatban. A párt szerint haladéktalanul tisztázni kell, hogy történt-e visszaélés a munkálatok során. Brenner Kolomant kérdezzük. A Jobbik konzervatívok képviselőjét és főpolgármester jelöltjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt volt az adás elején Karácsony Gergely, és megkérdeztem erről, hogy mit szól ez a vizsgálóbizottsághoz. Azt mondta, hogy kampány van. Ez egy színvonal alatti kampány, hogyha ezzel foglalkoznak, illetve azt mondta, hogy azért nem támogatna egy ilyen vizsgálóbizottságot, mert ha valós dolgot vizsgálna, akkor igen, de ennek semmi értelme nincsen, semmi köze nincs a fővárosnak ehhez a napvizsgálathoz. Én nem a napvizsgálatról beszéltem, hanem az egész Lánchíd beruházás és az azt követő politikai helyzet kialakulásával kapcsolatban kellene szerintem egy vizsgálóbizottságot azért felállítani, mert a Lánchíd azért nem csak Budapest egységének a szimbóluma, hanem a nemzetünk egységének is egyfajta szimbóluma, és azt nem szabad, hogy egyfajta ilyen korrupciós gyanú körülre lengje. És szerintem de miért a Lánchidat lengi körül? Mert ő azt mondja, hogy ennek nincs köze a fővároshoz. Miért a főváros vizsgálja? Van egy nyomozás, van egy vizsgálat, majd az megteszi a magáét, házkutatás is volt, majd annak lesz egy eredménye. Én azt gondolom, hogy a két dolog, a bűnüldöző szervek valóban, ahogy szerkesztő asszony mondja, teszik a dolgokat, viszont azt gondolom, hogy már csak azok a feltevések és információk, konkrét információk, amik a sajtóban napvilágot láttak, illetve hozzám is eljutottak olyan információk, amik azt gondolom, hogy egy politikai felelősség kérdését vetik fel. De mondjon egy itt ilyen, azért, itt azért utalnék, konkrét példát. Én arra szeretnék csak utalni, hogy a vizsgálóbizottság az egy kiegyensúlyozott polgári demokráciában éppen a folyamatok ellenőrzésének, a politikai felelősségek megállapításának egy eszköze. Tehát ha a főpolgármester úr, a jelenlegi főpolgármester azt mondja, hogy majd a bűnöldöző szervek teszik a dolgokat, ez minden egyéb esetben is mindig így szokott lenni. De milyen politikai felelősséget lehet? A kedves nézők biztosan emlékeznek rá, amikor mondjuk a korábbi időszakban sajnos a jelenlegi fideszes túlhatalom mondjuk a parlamenti vizsgálóbizottságokat szinte, vagyis teljesen lehetetlenné tette, pedig ez a demokratikus közvélemény számára egy ellenőrzési eszköz. És én azt gondolom, hogy amikor már házkutatások vannak, amikor már, és a főpolgármester úr főtanácsadójánál is volt már házkutatás. Tehát azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb lenne mind a budapesti polgároknak, mind a magyar polgároknak eldönteni azt, hogy itt ki a politikai felelős, hogyha erre van egy vizsgálóbizottság. Ugye a... De tud mondani konkrétumot, hogy hol lát ebben politikai felelősséget? Azt mondta, hogy vannak olyan információi. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan itt a bűnüldöző szervek meg fogják ezeket az állapításokat tenni. Az azért nagyon érdekes, hogy csökkentett műszaki tartalommal, ugye 5 milliárd forinttal többbe került. Én azt készséggel elfogadom, hogy Magyarországon olyan nagy beruházás még nem történt. Hát azért meg, jó pár év eltelt. Az eredeti év, igen, ezt mondom, elfogadom. Fogadom. Még egyszer mondom, egy vizsgálóbizottság szerintem mindenkit, én azt gondolom, hogy ez a főpolgármester úr érdeke volna, hogy akkor egy vizsgálóbizottság megállapítja mondjuk azt, hogy nem történt semmi, ezért és ezért és ezért nőtt meg 5 milliárd forinttal a beruházás, csökkentett műszaki tartalommal, minden rendben volt. De ez is egy vizsgálóbizottság nélkül is tud választ adni a főpolgármester. Ők azt mondta most itt az adásban, hogy voltak ajánlatok, ők a legolcsóbbat választották, a kivitelezés rendben volt, ráadásul az eredeti árhoz képest 8 milliárddal olcsóbb lett a beruházás, és egyébként pedig, akinek korrupciós aggályai vannak, azt megnyugtatja, mert hogy a Transparency International folyamatosan vizsgálta és monitoringozta ezt a beruházást, és mindent rendben talál. Ennek nagyon örülök, akkor szerintem semmi nem akadályozhatja meg egy vizsgálóbizottság felállítását, amely majd vizsgálni? Ugyanerre a következtetésekre jut. Én még egyszer mondom, amikor a Lánchíd beruházás környékén a bűnüldöző szervek végzik a munkájukat, és egy korrupciós gyanú felvetődik, akkor a politikának az a dolga, hogy megnyugtató válaszokat adjon. Ennek a legegyszerűbb módja egy vizsgálóbizottság felállítása volna, nem pedig mondjuk egy külsős mondjuk szervnek a megállapításaira hagyatkozni, hiszen itt olyan politikai háttérdöntések születtek, amely nem csak arról szól, hogy most egy műszaki tartalom hogyan lett átvéve, kivette át, stb., hanem volt egy politikai döntéshozatali folyamat is, amit szintén lehet ellenőrizni. Ugye tegnap Karácsony Gergely írt egy levelet az ellenzék vezetőinek, hát önöknek már nem, mert ugye bejelentették, hogy külön listán indulnak, illetve hát ön kihívója Karácsony Gergelynek. Azt ki tudja jelenteni kategórikusan, hogy nem fog visszalépni senki javára?
Én nem tervezek visszalépni senki javára. Nem tervez, de biztos, hogy nem is fog visszalépni, akkor sem, hogyha mondjuk elindul Vitézy Dávid, és azt látják a hajrában, hogy nagyon szoros lesz a meccs, akkor sem lépne vissza egyikük javára sem? Én azt tartanám a legegyszerűbb megoldásnak, hogyha lenne egy előválasztás. Én kezdettől fogva, amikor a Jobbik konzervatívok engem egy alternatív jelöltként megnevezett, egy polgári jelöltként a főpolgármester választásra, mindig azt mondtam, hogy akár Vitézy Dáviddal hármasban legyen egy előválasztás, és annak az eredménye egyértelmű lesz. Tehát szerintem sokkal egyszerűbb lett volna már régen Karácsony Gergely részéről, ha elfogadja az előválasztást, ugye Magyar György ügyvéd úr már jelezte, hogy ők egyébként egy ilyen megszervezésében benne volnának, ennek szerintem semmilyen akadálya nincs, és akkor semmilyen ilyen gondolatkísérletre nem lenne szükség. De most nincs ilyen, tehát akkor lehet ezzel a gondolattal lehetszel, és ugye tulajdonképpen egy picit kikerült-e a választ, hogy visszalépne vagy nem. Ugye ezt a politikusok általában szokták tudni, tehát egy igent nem egy, vagy egy nemet tud mondani rá. Én nem tervezek visszalépni, de a listára vonatkozóan pedig azt tudom jelezni, hogy hát az most azért kiderült, hogy a Jobbik konzervatívok biztosan nem fog a Gyurcsány Ferenc pártjával közös listán rámenni. Nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk a Momentum Donát Anna féle vezetése hogyan dönt, hiszen ők azért az elmúlt időszakban számomra meglehetősen hiteltelenül támadták Gyurcsány Ferencet, és az egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ők például ezzel a közös listára felmennek-e. Már csak azért is, mert... Ez a Momentum dolga, de akkor azt mondja, hogy nem tervez visszalépni, de alakulhat úgy, hogy visszalép. Én semmit nem zárok ki, hiszen a politikában ezt nem szabad. Én egy valamit tudok, én nekem az a feladatom, és azt tervezem, hogy a legvégig ennek a választásnak egy olyan polgári alternatívát kívánok nyújtani, amely sem a Fidesz egypárti túlhatalom, amely Budapest ellenes politikát folytat zsákmányként tekint a főrámzsra, sem a balliberális pártok jelentette, hát, hogy is mondjam, már bizonyítottan nem megfelelő működésre. Utolsó kérdés, nagyon-nagyon röviden. Van egy hely, ahol biztosan összellenzéki összefogást született mai napon, ugye Tripon Norbert mögött, ezt bejelentették, a Jobbik is ott van. Lehet ez több helyen is a fővárosban, a Jobbik részéről? A kerületekben mi ott fogunk polgármesterjelölteket állítani, így például, ugye tegnap bejelentettem Kozma András, nagyon fiatal, tehetséges, jobbikos politikus társamat a 8. kerületben polgármesterjelöltet. Mi csak ott fogunk polgármesterjelöltet állítani, abban a kerületben, ahol a jelenlegi városvezetéssel a közösség, a helyben lakók elégedetlenek. Tehát tulajdonképpen lehetséges olyan megállapodás. Köszönöm szépen, hogy nagyon szépen köszönöm.